Köszöntöm a nézőket! Az online térben elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében széleskörű kampányt indít a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. A legfőbb cél, hogy a vármegye lakossága megismerje az online tér jellemző bűncselekményeit és az elkövetések legújabb trendjeit. Mai magazinunkban ezt a kampányt is körüljárjuk, Komlósiné Kis Anettel, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjével, és Huszti Gáborral, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztály vezetőjével. Köszöntöm Önöket itt a stúdióban. Köszönjük. Kezdjük azzal a legelején a beszélgetést, hogyha leülök a számítógép elé, akkor én már veszélybe lehetek? Mivel az internet és az ehhez tartozó online jelenlét már olyan mértékben a mindennapjaink része, hogy szinte ott éljük az életünket, akár fordíthatunk is egyet rajta, és megkérdezhetjük, hogy amikor kilépünk az utcára, akkor veszélybe vagyunk-e? Nyilván azt mondhatjuk, hogy leselkednek ránk veszélyek. Nagyon fontos, hogy felkészülten megyünk-e ki az utcára. És ugyanez a fontos a számítógépnél is, hogy felkészülten ülünk-e le a számítógép elé, és tudatosan használjuk-e ezeket az eszközöket. Ezek az eszközök addig tudnak minket segíteni, és addig társaink a jóban, amíg felkészültek vagyunk. Amennyiben úgy ülünk le, vagy úgy megyünk ki az utcára, hogy semmire nem vagyunk felkészülve, és mondjuk csukott szemmel elindulunk, akkor bizony meglepetések érhetnek minket. Alapvetően a kampánynak ez a legfőbb célja, hogy bárki, aki okos eszközt, számítógépet, különféle ilyen berendezést használ, felkészült legyen? Igen, természetesen ez a célja a rendőrség most megindult kampányának, hogy mindenkit próbáljunk tudatosan felkészíteni arra, hogy milyen veszélyek leselkednek rá az online térben, és mit tehet az ellen, hogy ezek a veszélyek ne valósuljanak meg. Mennyire hosszú ez a lista a veszélyekről? Lényegében arról van szó, mint minden bűncselekmény esetében, hogy elől fut mindig a bűnöző, és a rendőr kergeti a bűnözőt, ez soha nem fordul meg, és ezért a rendőrség a már elkövetett bűncselekményekből tud felkészülni, és ez alapján tudja edukálni a lakosságot. Azt látjuk, hogy mióta elindult az internet fejlődése, illetve az internet fejlődése olyan szintet vett, hogy mindennapjainknak olyan része, hogy már anyagi, pénzügyi dolgainkat is ott intézzük, illetve vásárolunk, meg számtalan olyan hétköznapi tevékenységet végzünk, ami ugye pénzforgalommal is jár. Innentől fontos az, hogy a rendőrség átadja ezeket az információkat az embereknek, a lakosságnak. Hosszú ez a lista, tehát rengetegféle elkövetési metódus van, amelyek folyamatosan változnak is. Amint a rendőrség reagál, és a lakosság felkészül, és elterjedté válik a védekezésnek a lehetősége, ezek az internetes elkövetők szinte azonnal váltanak, vagy valamit módosítanak a jól működő metóduson, és amire már felkészült a lakosság, és nem dől be, egy újabbat találnak ki, amire viszont nem biztos, hogy fel vannak készülve. Tolna vármegyében sok ilyen esettel foglalkozik a rendőrség? Sajnos azt kell elmondjuk, hogy igen, sokkal. Minden nap van szinte olyan bejelentés, ami online térben elkövetett csalással kapcsolatos. Ennek, ahogy kollégám mondta, számtalan formája létezik, és számtalan bejelentés van. Úgyhogy sajnos a vármegyeinket is érinti, és csak nem az összes fajta, amiről mai napon beszélni fogunk, csak nem az összes fajta ilyen csalás már létezik itt Tolna vármegyében is. Fel kell tehát készülnünk. Mi a legjobb módszer? Hát tudatosnak kell lenni, erről már beszéltünk. Van egy nagyon fontos válaszpont, a pénzügyeinkkel kapcsolatos kérdésekről van szó. Ugye korábban, hogyha valaki banki ügyeket akart intézni, vagy számlákat akart befizetni, ezt szinte csak manuálisan tudta megtenni. Rendelkezésre állt az átutaláshoz a bankfiók,
bement, kitöltötték a különböző nyomtatványokat, leadták, és megtörtént az utalás, esetleg még volt bankkártya, bankkártyával manuálisan tudtak pénzt felvenni, illetve használni tudták ugye az emberek fizetésre. Most a banki szolgáltatások jelentős fejlődésével a kezünkbe kerültek ezek az ügyintézési lehetőségek, tehát bármikor tudunk akár a mobiltelefonunkon átutalásokat indítani, pénzváltást eszközölni, illetve az online térben a kártyánk használata nélkül is ugye a számlánkhoz tökéletesen teljes körben hozzáférünk, és bármilyen fizetést, utalást tudunk eszközölni. Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy ezekhez a szolgáltatásokhoz hogy állunk hozzá, és hogy mennyire vagyunk felkészülve, és hogy hányféle biztonsági szabálynak kell megfelelni. Mondjuk egy több lépcsős biztonsági rendszerrel kiküszöbölhetjük azt, hogy visszaéljenek az adatainkkal. Az a helyzet, hogy önmagában már nincsen egy jó recept arra, hogy hogy tudjuk megvédeni magunkat. Rengeteg feltételnek kell megfelelni. Nyilván ez attól is függ, hogy milyen jellegű, milyen fajtájú visszaélésről beszélünk, és gondolom majd fogunk itt beszélni arról, hogy mik a legújabbak, legaktuálisabbak, hogy néznek ki ezek a visszaélések, csalások. Ezeknek megfelelően kell jelen lenni az interneten. Mert hogy sajnos nem csak a divatban vannak trendek, hanem az internetes online csalásokban is. Így van, sajnos ezt elmondhatjuk, hogy nagyon sok divatos csalás típus van, amivel próbálkoznak az elkövetők. A különböző banki szolgáltatásokon keresztül a különböző futárszolgálatoknak a felhasználásával, akár már egy-egy gázszolgáltatónak, vagy akár a magyarországi MOL-nak a felhasználásával is, illetve sajnos a legújabb és talán az egyik legfrissebb, hogy már a rendőrség nevében is megindult az online csalás, tehát már a rendőrséget is megpróbálják felhasználni arra, hogy az embereket bármilyen módon megkárosítsák. Mit tehetünk mi, okos eszköz használók? Először is meg kell ismerni ezeket a bűncselekményeket. Nagyon jó indításnak, hogyha tájékozódunk. Van egy országos weblap, a kiberpajzs.hu oldal, ahol a hatóságok összefognak és tájékoztatást adnak ezekről a bűncselekményekről. Csak hogy néhányat említsek, például az AnyDesk-es vagy TeamViewer-es csalások, ami arról szól, hogy megkeresik a kiszemelt áldozatot, és banki alkalmazottnak adják ki magukat a csalók. Azt mondják, hogy gyanús utalásokat intéztek a számlájukról, vagy a bankrendszerüket érte egy olyan támadás, amely kihatással lehet az ügyfélre is. Ekkor azt mondják az ügyfélnek, hogy küldenek neki e-mailben egy linket, és arra rákattintva tudják a biztonságot újra elérni. Ezen a linken keresztül ez az ingyenesen letölthető program, a AnyDesk vagy az említett másik program jelenik meg, és ezt telepíti az eszközére, ezáltal távoli elérést biztosítva számára. Ezt követően az elkövetők még mindig nyilván banki alkalmazottnak kiadva magukat, megkérik az ügyfelet, illetve mondhatjuk áldozatnak az áldozatot, arra, hogy lépjen be a bankjába, az internetes bankjába. Amikor ezt megteszi, akkor ő tulajdonképpen ezzel a távoli kapcsolaton keresztül ezeket a kényes adatokat kiadja az elkövetőknek, és ők távoli kapcsolaton keresztül a már belépve arra a felületre akár utalásokat tudnak maguknak eszközölni, és így sajnos, és az egyik jellemzője ezeknek a bűncselekményeknek, hogy igen magas összegű károkozásról van szó. Pontosan ezt akartam kérdezni, hogy milyen összegekről van rálátása a hatóságoknak? Hát itt, ami a bankszámlán van tulajdonképpen, ennek a függvénye, találkoztunk a néhány százezres összegektől a sok-sok milliós összegekig, és hát igen-igen kellemetlen az, amikor valakinek a sok-sok év alatt megspórolt pénzét ilyen gyorsan, ilyen hirtelen eltulajdonítják, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy bár vannak sikerek, vannak eredmények, de igen-igen nehéz egy ilyen eljárásban ezeket az eredményeket elérni. Ezt a linkes küldést Tolna vármegyében is bevetették már a csalók?
Igen, természetesen már itt is megtörtént. Amiről itt az előbb a Gábor beszél, ez tulajdonképpen egy telefonos beszélgetésnek az eredménye, hogy telefonon koordinálja a telefon túlsó oldalán lévő bűnöző a sértettet, hogy mit tegyen és hogyan cselekedjen. Azonban amikor, amit most kérdezett itt az előbb, hogy egy linkre kattintva tudják az embert a pénzéből kiforgatni, ennek is számos formája van, többek között az úgynevezett Netflixes csalás, aminek során egy külföldi telefonszámról egy SMS-t kap a Netflixnek az előfizetője, amelyben értesítik, hogy elmaradása van és kellene ezt rendeznie. Ilyenkor rákattint az áldozat egy SMS-ben meglévő linkre, ami tulajdonképpen a Netflixes oldalhoz csak nem teljesen hasonló felületre fogja irányítani, és ott is szintén minden banki adatot kérni fognak tőle. Ugyanez lesz az eredmény, mint az előző esetben, hogy a számláról a pénzt leemelik, és amennyi pénz csak rajta van, akár az összeset el tudják egy másik számlára utalni. Talán ez a legveszélyesebb, hogy már olyan szinten képesek becsapni a gyanútlan áldozatokat, hogy a megtévesztésig ugyanolyan oldalt képesek kreálni egy ilyen online felületen. Így van, több pontján is lehet látni ezt. Például van az apró hirdetéses csalások módszer. Jó magam is kaptam ilyen kísérletet egyébként. A marketplace-en vagy egyéb apró hirdetési oldalakon, amikor valaki meghirdet eladásra valamilyen terméket, erre az elkövetők önmagukat egy vásárlási szándékkal, tehát egy vásárlónak adják ki magukat, ráírnak az eladóra, és jelzik, hogy ők szívesen megvásárolnák az adott terméket, viszont ők nem tudnak elmenni érte, így futár szolgáltatást szeretnének igénybe venni, ezért elkérik az eladónak a telefonszámát vagy e-mail címét, amelyre aztán később a futár cég, mondjuk nevezhetjük ki mondjuk a Foxpost cégnek a logójával és mindenféle grafikai elemével ellátott tökéletes másolat e-mailt kap az illető, ebben az e-mailben pedig egy linken keresztül banki felület szintén teljesen hasonlatos ahhoz, amilyen a bank fiókhoz tartozó felület, és ezen a felületen kérik azt, hogy erősítse meg és adja meg a különböző fizetési adatait. Na de hát, hogyha átgondoljuk, hogyha én eladni szeretnék bármilyen terméket, akármelyik felületen keresztül, miért kell nekem megadnom bármit, hiszen én nekem csak is a bankszámlámat kell megadnom, és arra, amikor beérkezik a pénz, akkor elküldöm a terméket. Vagy más úton, nyilván az előrefizetés se egy túl jó garancia, de nyilván eladóként fizetési adatokat én nem kell megadjak semmilyen felületen. Mennyire legyünk internetezők gyanakvóak, ha olyan e-mailt kapunk, amiben egy óriási örökségről van szó? Elnézést, az előzőhöz még azért én hozzácsatolnám, hogy itt a Vármegyéket illetően a legdurvább ilyen jellegű csalás, amit a Gábor említett, hogy valaki meghirdetett egy terméket. Konkrétan egy gyermekcipőről volt szó, aminek az értéke 1500-2000 forint környékén volt. A gyanútlan édesanyát, aki megpróbálta eladni a gyermekének a cipőjét, több millió forinttal károsították meg azzal, hogy ennek a módszernak sajnos bedőlt, és megkárosították, és a teljes addig megtakarított pénzüket elvették tőlük. És ha visszatérünk a kérdésre, hogy mennyire legyünk gyanakvóak, hogyha egy nagyon magas összegű örökséggel kapcsolatban kapunk levelet. Hát mindenképpen először tájékozódjunk arról, hogy a családunkban van-e olyan rokon, aki esetleg külföldi országba diszidált korábban, vagy ott élt, van-e olyan rokonunk, akitől esetleg örökölhettünk. Azért jellemzően az idősebb rokonaink, családtagjaink tudni fogják azt, hogy nekünk él-e nagybácsi, nagynéni, vagy esetleg távolabbi rokon, akár az tengeren túlon, akár Európa más országaiban. Úgyhogy igen, legyünk nagyon-nagyon gyanakóak, hiszen hogyha azt kéri tőlünk egy ügyvédnek magát álcázó bűn elkövető, hogy mi örököltünk, akkor rögtön kérdezzük meg, hogy miért is kell nekünk előre fizetni azért az örökségért, amit meg fogunk kapni a későbbiekben, miért nem megoldás az, hogy az ügyvédi díjat, illetve az átutalásnak a díját majd az örökségünkből vonják le. Feltehetően soha többet nem fogunk ettől az embertől sem messenger üzenetet, sem pedig e-mailt kapni, hogy mi örököltünk volna bármit is. Mert hogy az ilyen típusú csalás elkövetői igyekeznek minél előbb megszakítani a kapcsolatot, vagy ezt hogyan kell elképzelni?
Ebben az esetben rögtön megszakítják a kapcsolatot. A telefonos megkeresésnél, amiről először beszéltünk, az úgynevezett enideszkes csalás vagy banki csalás során, amikor valaki bármit visszakérdez, ami esetleg gyanakvásra adhat okot a vonal túloldalán lévő bűnelkövetőnél, azonnal meg fogja a hívást szakítani, és nem fognak bennünket többet e témában ugyanarról a telefonszámról ugyanazok az emberek keresni. Legyünk tehát egy kicsit mindig gyanakvóak és szemfülesek egy-egy ilyen visszakérdezéssel? Egy egészséges gyanakvás az mindig kell legyen az emberben, és igen, ez egy jó ötlet olyan keresztkérdést feltenni, amire a hozzátartozónak tudnia kell a választ. Hogyha ezt feltesszük, és erre nem érkezik válasz, általában egyébként meg is szakítják ilyenkor a kapcsolatot, amikor látják, hogy már gyanakvó az illető, de hogyha ilyenekkel élünk, akkor azzal tudunk segíteni, hiszen elriasztjuk az elkövetőket. Egy másik része egyébként nagyon fura és nagyon érdekes, lehet tapasztalni azt is, hogy az internetes kommunikáció során nem érkeznek normális, reagáló válaszok. Ennek az lehet az oka, hogy nem élő ember van a cselekedetek mögött, hanem botok, tehát egy internetes automatizmusokkal kommunikálnak, és lényegében akkor lép be a csaló, amikor már kapás van, és megtörténik az adatoknak a megadása, sőt, akár még az utalás is megtörténik, hát ott lép be akkor a csaló. Mennyire vág a témába a csaló webáruházak köre? Itt arra gondolok, hogy látunk egy nagyon jó terméket, kiszemelünk valamit keresés közben, és nagyon jó áron hozzájuthatunk, elutalom előre a pénzt, de nem kapom meg a terméket. Ez is egy ága az online csalásnak, ugye? Így van, viszont mindenkinek azt tudnám javasolni, hogy mielőtt vásárol egy webáruházból, azért nézze meg az adatokat, hiszen meg kell adni olyan adatokat, amelyek hitelessé teszik magát a webáruházat. Aztán különböző fórumokon utána lehet érdeklődni annak, hogy létező, valós-e, valakinek van-e tapasztalata vele, vásárolt-e róla. Amennyiben ilyen bűncselekményt követtek el, illetve az ilyen webáruházon keresztül valakit megkárosítottak, az nagy valószínűség szerint nem marad hír nélkül, és hogyha valaki begépeli az oldalt a böngészőbe, akkor szinte biztos, hogy azonnal ki fog derülni, hogy nem érdemes egy ilyen oldalról vásárolni. Az online csalások trendjei közé tartozik a romantikus csalás. Ez mennyire van jelen Tolna vármegyében, és ezt hogyan előzhetjük meg? Sajnos erről is elmondhatjuk, hogy történt már olyan bűncselekmény, amelynek áldozata is egyben elkövetője is volt a sértett, akit megkeres a közösségi média chat fórumán egy számára ismeretlen, jellemzően jóképűnek kinéző férfi profillal egy személy, aki magát vagy orvosnak, vagy amerikai katonának adja ki, és különböző módon szerelmet ígér a vonal túlsó végén lévő hölgyek részére. De természetesen ez előfordulhat, hogy a férfi az áldozat és egy nő ígér neki szerelmet. Ilyenkor különböző beszélgetéseket folytatnak le, amelynek a beszélgetés során egyértelműen kiderül az, hogy Google fordítóval fordítja egyik oldal a másik számára, hogy tudjanak normális módon egymással kommunikálni, és olyan szinten férkőzik be a sértett bizalmába ez a személy, aki át akarja verni a későbbiek során az áldozatot, hogy eljutnak odáig, hogy pénzt kér tőle különböző indokokkal, hogy ő neki most tartozása van, és azért, hogy esetleg el tudjon látogatni a sértett félhez, együtt tudjanak lenni néhány órát, néhány napot, ezért szüksége lenne különböző összegekre, és sajnos addigra, mire az áldozat olyan szinten érzelmileg is belekerül ebbe a beszélgetésbe, megteszi azt, hogy akár több millió forintos összeget is átutaljon. És akkor ennek a folytatása az, hogyha ezeket az összegeket átutalják és más számlákról átkerülnek, akkor sajnos az áldozat akár elkövetővé is válhat, az úgynevezett pénzmosás büntetet elkövetheti, amelyre már volt példa, és volt is benne ítélet, hogy egy sértettből gyanúsított lett egy ilyen ügyben, amelyet természetesen feltehetően nem szándékosan követett el, de a magyar jogszabályok, illetve a magyar jogrend szerint ez bűncselekménynek számít, és egy áldozatból is lehet gyanúsított a későbbiekben. A ilyen romantikus csalás ügyében is talán célra vezető lehet, illetve mindenképp a vagyont megóvhatja egy alacsony fokú bizalmatlanság? Hát a bizalmatlanság és az, hogy merjünk beszélgetni a furcsa, különleges dolgokról, amik az interneten történhetnek velünk. Akármelyik csalás esetében egyébként egy nagyon hasznos dolog az, hogyha a hozzátartozóinkkal,
vagy barátainkkal, vagy a munkahelyen a munkatársainkkal beszélünk ezekről, mielőtt bármit tennénk, nem lehet semmi olyan sürgős, hogy ne legyen egy kis idő, ne nyerhessünk egy kis időt, és amikor beszélgetünk erről, akkor egész biztos, hogy valaki találkozott vagy hallott ilyen eseményről, és el tudja mondani az illetőnek, akár nyereményjátékról van szó, akár romantikus csalásról, vagy bármilyen banki átverésről, el tudja mondani, hogy ne tedd, nyerj időt, illetve keresd meg mondjuk a bankodat, és menj be, és majd ott elmondják neked, hogy milyen probléma történt esetlegesen. Tehát ezt mindenféleképpen ajánlanám. Most eddig a magánszemélyekről beszélgettünk, de a komoly árbevétellel rendelkező cégek mennyire vannak veszélyben? Újabb trendről beszélünk, vannak próbálkozások és vannak sikeres végrehajtott bűncselekmények is, ugyanis rájöttek az elkövetők arra, hogy a cégeken belül is vannak hibák. Egyébként általában mindig az informatikai rendszerekbe, illetve ezekbe a pénzügyi rendszerekbe a csalók a leggyengébb pontként magát a felhasználót szúrják ki. A rendszer általában tökéletes és nagyon jó, hogyha mindenki úgy használja, ahol kell, ahogy kell, de maga a felhasználó az, aki hibát tud elkövetni. Cégek esetében előfordult, hogy a cég egyik partnerének kiadják önmagukat, és ilyenkor e-mailt írnak. Az e-mailben gyakran csak egy betű az, ami más, mint az eredeti e-mailben. Észre se veszik, hogy ezt nem az eredeti partner írta, és közlik a céggel, a cég valamelyik munkatársával, általában aki a pénzügyeket, fizetéseket tudja intézni, közlik vele, hogy megváltozott a partner cégnek az átutalási számlája, és kérik, hogy innentől kezdve, vagy a következő tranzakciót már erre és erre a bankszámlájára szíveskedjenek eszközölni. Hát előfordult, hogy volt olyan figyelmetlen cég alkalmazottja, hogy a pénzátutalást, és itt sok-sok-sok pénzről beszélünk, ilyen számlára teljesítette. Itt is azt javasolnám, hogyha valamilyen kiemelkedő, rendkívüli eseményről szereznek tudomást partnerrel kapcsolatban, akkor a vezetőséggel vegyék fel a kapcsolatot, értekezzenek erről, beszéljenek erről, illetve a partnerrel még mielőtt fizetnek, vegyék föl a kapcsolatot újra, és próbálják meg ezt a változást tisztázni. Hát nyilvánvalóan akkor itt fény fog derülni arra, hogy semmi ilyenről nem lehet szó. Ezen túlmenően még fontos az is, hogy a partnerekkel valamilyen biztonsági rendszer legyen kialakítva, akár jelszavakkal, akár jelmondatokkal, de mindenképpen egyes ilyen nagy összegű átutalásokat előzzön meg, meg kell előznie egyeztetésnek, bizonyos személyek között, bizonyos formátumú egyeztetésnek, akár írásbeli, e-mailes egyeztetésnek is, és így ki lehet szűrni, hiszen a csalók, hogy ezeket a biztonsági rendszereket már nem tudják teljes körűen megismerni. A bajba jutottak, mit tehetnek? Elsőként mindenképpen forduljanak a hatósághoz? Természetesen az első lépés az, hogy forduljanak a hatósághoz, ha már megtörtént a baj, tegyenek feljelentést, hiszen a kollégáink csak kizárólag azokban az ügyekben tudnak eljárni, amikről hivatalosan tudomásuk van. Tehát ne a barátnővel beszéljék meg az üzletben, vagy a családtagoknak mondják el csak, hanem minden esetben tegyenek feljelentést, és a rendőrség mindent elkövet annak érdekében, hogy ezeket a bűnelkövetőket, rendszerint bűnszervezetben elkövetett csaló csapatokat felderítsék, illetve mielőbb börtönbe juttassák. Mennyire segítheti a felderítést, hogyha a történetünket, a rossz példát megosztjuk mondjuk az interneten, ha már természetesen megtettük a feljelentést? Mindenképpen segíthet természetesen, hiszen vannak olyan csoportok minden település életében, így itt a városban is, ahol nagyon sok mindent megosztanak egymással az emberek, olyan dolgokat is, amit nem feltétlenül kell, de pontosan ezek a jellegű bűncselekmények azok, amiket mindenképpen meg kell osztani minél több emberrel, hogyha esetleg mi már áldozattá válunk, akkor megelőzzük azt, hogy mások áldozattá váljanak. Telefonon, tableten, számítógépen gyakorlatilag, hogyha visszakanyarodunk az elejére, ha otthon vagyunk, bármilyen eszköz van a kezünkbe, akkor legyünk gyanakvóak, és hát figyeljünk oda a nem megfelelő megkeresésekre. Ez is egy nagyon fontos része, de talán nem beszéltünk még arról, hogy technikai védelem is van, a megfelelő jelszavak használata, vírusírtók és tűzfalak használata, ez mindenféleképpen fontos, hiszen ugye nem csak személyi
hibákat használnak ki a csalók, azért vannak komolyabb kiberbűnözők is, akik különböző falakon áttörve jutnak be olyan szintekre, ahonnan meg tudják károsítani a felhasználókat. Tehát megfelelő eszközzel, megfelelő technikai védelemmel, megfelelő internetkapcsolattal nem mindig felel meg, amikor nagy összegű utalásokat mondjuk egy free wifi-n keresztül eszközölünk. Ezen keresztül is egyébként elkövetők tudnak bizonyos adatokat szerezni és hozzáférni olyan szintekhez, amit mi nem szeretnénk. Tolna megyében mire számíthatunk, merre folytatódik a kampány? Lesznek kitelepülések például? Természetesen a bűnmegelőzési munkatársak, illetve a bűnügyi kollégáim folyamatosan tájékoztatják az állampolgárokat arról, hogy mit, hogyan ne tegyenek, és az egyik talán leggyakrabban használt fórumunk, amelyen szeretnénk folyamatosan kampányolni az ellen, hogy áldozattá váljanak az emberek az online térben, az a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság Facebook oldala, ahol innentől kezdve rendszeresen különböző apró ajánlásokat, illetve apró figyelemfelhívó dolgokat fogunk közzétenni azzal kapcsolatban, hogy milyen módon, milyen SMS-ek kapcsán, milyen felületek azok, amelyeken keresztül megpróbálnak bennünket átverni, úgyhogy folyamatosan fogunk kampányolni annak érdekében, hogy minél kevesebb áldozat legyen ebben a körben. Érdemes lesz követni tehát az oldalt. A mai adásban van még egy közlekedési témánk is, pontosabban kettő, az egyik egy paksi vonatkozású. A rendőrség kiszabta a büntetést arra a fiatalemberre, aki körbe driftelte a Táncsics utcai körforgalmat. Milyen büntetést kapott? Igen, a fiatalembert a Paksi Rendőrkapitányság szabálysértési hatóságának munkatársai bírságolták meg az elmúlt időszakban. Egy komolyabbnak nevezhető pénzbírságot kapott a fiatalember, illetve több hónapnyi járművezetéstől eltiltás büntetést alkalmaztak a részére, talán pontosan egy elrettentő céllal, hogy őt ne kövessék hasonló dolgokkal fiatalok, illetve idősebbek a tekintetben, hogy drifteljenek, illetve balesetveszélyes helyzeteket teremtsenek a városban. Tudom, hogy nagyon sokakat felháborít a túloldalon is az, hogy miért probléma, hogy valaki mutatja azt, hogy milyen vezetési képességekkel rendelkezik. Szeretnénk hangsúlyozni, és hangsúlyoztuk eddig is, hogy nem az a probléma, hogy valaki próbálja azt, hogy milyen vezetési képességekkel rendelkezik, és azt mennyire tudja fejleszteni, hanem a probléma az, hogy az utakon, a közutakon mások is közlekednek, a közutak mentén egyéb értéktárgyak vannak, amelyek valakiknek a tulajdonai, legyen ez egy jármű, legyen ez egy fa, legyen ez egy virág, legyen egy bokor, illetve sajnos sokszor előfordul, hogy az útszínén lévő gyalogosokat, illetve az ott közlekedőket veszélyeztetik. Tehát, hogy ne az legyen a cél, hogy én az emberek számára megmutatom, hogy mennyire ügyes vagyok, és hogyan tudom négyszer körbe driftelni a Táncsics utcai körforgalmat úgy, hogy ne sérüljön meg senki, és az autómba se keletkezzen kár, hanem tanuljuk meg ezeket a dolgokat, de megfelelő helyen, megfelelő környezetben. Menjünk el egy versenypályára, vagy menjünk el egy olyan helyre, ahol senkinek az testi, illetve személyi jogait nem sértjük, senkinek a vagyonbiztonságát, illetve a személyi biztonságát nem sértjük. Tehát itt pontosan ezzel a helyzettel ez volt a legnagyobb probléma, hogy itt nagyon sok ember háborodott fel azon, hogy miért kell ezzel foglalkozni. Hát azért kell foglalkozni, mert sajnos a két évvel ezelőtt egy tragédiával végződő közúti baleset lett az eredménye annak, hogy néhány perccel korábban szintén egy fiatal ember driftelt a vármegyeszékhelyen, amelyet követően negyed órával pedig halálos balesetet szenvedtek, és egy 17 éves lány az életét vesztette. És a versenypályára való vezetési stílus kapcsán szintén egy hír a napokból, hogy a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai Szekszárdon megelőztek egy illegális gyorsulási versenyt. Azért hangsúlyozom, hogy Szekszárdon, mert ez már nem itt Pakson nálunk történt, hanem ez a vármegye székhelyen. Erről mit tudhatunk mi, illetve a kedves nézők? A rendőrség már ez év nyarának elején fellépett azzal szemben, hogy megakadályozza az ország területén az illegális gyorsulási versenyeknek a megrendezését, hiszen ennek is egy tragédia volt az előzménye, amikor az Árpád hídon egy 130-al közlekedő autós egy útszélén közlekedő kerékpáros csodort el oly módon, hogy a 20 éves fiatalember a helyszínen az életét vesztette. És ennek az eredménye lett az, hogy a rendőrség minden erejével küzd az ellen, hogy az ilyen jellegű tragédiákat megelőzze. Ugye tudjuk azt, hogy nem csak driftelni szeretnek a fiatalok, hanem mutatni azt is, hogy az ő autójuk milyen tempóban képes közlekedni, és milyen gyorsan tud felgyorsulni rövid távon belül.
és ezt gyakran próbálgatják is. Aztán előfordult az, hogy az elmúlt időszakban meghirdettek egy nyárzáró illegális gyorsulási versenyt a közösségi médiában, amelyet természetesen a rendőrök is követnek, ezáltal tudomást szereztünk arról, hogy egy ilyen készül Szekszárd egyik nagyáruházának a parkolójában. És a kollégáinak ebben az esetben sem az volt a célja, hogy a gyorsulási versenyen már megjelent embereket, illetve az ott gyorsuló fiatalokat megbüntesse, hanem pontosan megelőzni akarták azt, hogy ez az esemény egyáltalán kialakulhasson. Emiatt a környező utcákban, illetve a város számos pontján fokozott rendőri jelenlétet indítottak. Ebben részt vettek a szekszárdi rendőrkapitányságnak a munkatársai, illetve a megyei forgalom ellenőrző alosztálynak a munkatársai, és minden olyan járművet, amely egy kicsit is gyanús volt, hogy akár erre az eseményre készülhet, megállítottak. Ennek folyamánya volt, hogy a közlekedési hatóságtól olyan mérőműszereket kaptak, amellyel be tudták mérni a járműveknek a hangját, tehát hogy eredeti kipufogó van rajta, vagy esetleg átalakították ezt, illetve nézték azt is, hogy legálisan, vagy pedig illegálisan van lefóliázva az autó. Hát ennek eredménye lett az, hogy számos emberrel szemben el kellett járjanak. Voltak olyanok, akik kisebb fokú szabályszegéseket követtek el, őket alapvetően figyelmeztették, voltak néhányan, akik helyszínbírságot kaptak, azonban volt két extrém eset, amikor egy fiatal ember egy olyan autóval közlekedett a városban, amelynek be volt törve a szélvédője, semmiféle műszaki dolognak nem felelt meg. Tehát veszélyes. Baleset veszélyes volt, valahogyan eljutott Szekszárdra, mert egy vidéki településről érkezett a fiatalember. A kollégáim, amikor megnézték a járműnek a menet tulajdonságait, illetve a műszaki paramétereit, egyértelmű volt, hogy műszakilag teljesen alkalmatlan a közúti közlekedésre, ezért azonnal intézkedtek arra, hogy a későbbiekben el kelljen menjen egy műszaki vizsgára, egy rendkívüli műszaki vizsgára. Természetesen elvették a jármű forgalmi engedélyét, és feljelentették a jármű tulajdonosát, illetve a sofőrjét is, ezek miatt a szabályszegések miatt. És ehhez járult hozzá, hogy egy ellenőrzés alkalmával, amikor egy járművezetőjét, illetve utasait ellenőrizték, akkor a járművezetőnél is, illetve a két utasánál is kábítószergyanús növényi törmeléket találtak. Mind a három úriembert előállították mintavételre, és mindhármójuknak a szervezetében THC-t találtak. Ez ugye kábítószernek minősül a mai jogszabályok szerint. Mindhármójukkal szemben kábítószerbirtoklás a vétség miatt indult eljárás, és most vizsgálják a szekszárdi rendőrök azt, hogy a járművezető bódult állapotban volt-e, tehát volt-e egyáltalán vezetésre képes állapotban akkor, amikor az autóvolánja mögé ült, ezért vele szemben bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt is eljárás indult. Eredményes volt tehát ez az akció. Ehhez én gratulálok, és a jövőben további jó munkát kívánok, és egy sikeres kampányt. Mi is igyekszünk becsatlakozni ebbe, hogy az online térben elkövetett csalások egy kicsit visszaszoruljanak, így a beszélgetést igyekszünk eljutatni minél szélesebb körben. Köszönöm, hogy a stúdiónk vendégei voltak. Mi is köszönjük. Köszönjük a lehetőséget. A nézőknek a figyelmet köszönjük, a műsor visszanézhető a www.telepaks.hu oldalon. Hamarosan egy újabb témával jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!